Köszöntöm az esti mérleg valamennyi nézőjét, több mint 70 milliárdos a költségvetési főszege Fehérvárnak, ami soha nem volt még ilyen magas. A mai napon ezt pedig egyébként nagy többséggel is fogadta Székesfehérvár közgyűlése, 16 igen, 3 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett. Erről szól a ma esti mérleg, erről beszélgetünk, stúdiónk vendége, Farkas László, a pénzügyi bizottság elnöke. Jó estét kívánok! Márton Roland, a baloldali frakció vezetője, jó estét kívánok! Valamint Róth Péter, a Fidesz városi elnöke, a frakció képviseletében, jó estét kívánok! Kezdjük talán a pénzügyi bizottsággal, hiszen a bizottság is elfogadásra javasolta a büdzsét. Miért, milyen pontokat emel neki? Valóban a pénzügyi bizottság is nagy többséggel elfogadta ezt a tervezetet, a költségvetés tervezetet, mert valóban, ahogy ön is felkonferálta, egy rekordösszegű főösszegről van szó. Én a városban még nem volt, és valóban egy rendkívül nagy biztonságot túl azon a pénzügyi dolgokon, rendkívül nagy biztonságot nyújt úgy működésben, fejlesztésben, gazdálkodásban, az intézmények működtetésében is rendkívül nagy biztonságot nyújt. Emellett megvan a megfelelő szociális vonzata és a szociális támogatása is, családi, gyermekjóléti, egészségügyi vonatkozásában is, tehát minden olyan réteg, a társadalmi réteg megfelelő támogatást kap, amelyre számíthat. Emellett pedig a humánpolitika része is egy rendkívül nagy pénzekkel, 540 millió plusz bérfejlesztéssel számol a költségvetés, amelyet az intézmény dolgozói között fog a város béremelésre fordítani. A béren kívüli juttatások is emelkedtek, tehát a kafetéria rendszer, ezek a béren kívüli juttatások. Itt is az egyfőre jutó 7000 forint per hó 9000 forintra emelkedik. Ez plusz 45 millió, összesen 232 millió forint ez az összeg is, amely a kifizetésre kerül a dolgozók között. Tehát a bér és bér jellegű kifizetések is több mint 1 milliárd forintosak. Tehát én úgy érzem, hogy az a költségvetés biztosítja azokat a fejlesztéseket, amelyek szintén régóta nem láttunk a városban. Ez három ilyen, tehát ezek a fejlesztések korábban hozott döntésekre, korábban hozott közgyűlési határozatokra alapulnak, ilyen a Modern Városok programja, amelyet 2015-ben kötött a kormány a miniszterelnök úr, polgármester úrral, akkor az ITP, integrált települési program keretében tervezett fejlesztések, és az Európa Uniós forrásokból tervezett fejlesztések. Tehát ezek mind akkora összegek, ez 38,6 milliárd forintos összeg, tehát ekkora fejlesztés nyilván nem ebben az évben fog ez teljesen megvalósulni, hanem évekre, 2020-ig, 15-től 2020-ig körülbelül addigra fejeződnek be azok a projektek, amelyeket ebben a városban elkezdtünk. Tehát összefoglalva azt szeretném mondani, hogy egy rendkívül stabil, megnyugtató, jó működést, gazdálkodást és megfelelő fejlesztéseket biztosító költségvetése van a városnak, ezt egy fehérvári embernek, egy fehérvári képviselőnek illő elfogadni. A baloldali frakció viszont nemet mondott, miért? Van igazság abban, amit Farkas képviselő úr mond, hiszen Budapest és Győr mellett vagy után Székesfehérvár az egyik legirigylésre méltóbb költségvetési helyzetű nagyváros, a vidéki nagyvárosok közül gyakorlatilag Győrrel vetekedve áll Székesfehérvár, hiszen az ipari technológiai központ jellegünkből fakadóan a saját adóbevételei a városnak azok tekintélyesnek mondhatók. Az elmúlt 10 évben ezek duplájára emelkedtek. Ha minden jól megy, és a tervek szerint alakulnak a fehérvári ipar számai, akkor évvégére akár a 20 milliárd forintos saját adóbevétele meg lehet a városnak, ami az iparűzési adóból, az építmény és az építményadóból tevődik össze. Ez egy rendkívül nagy mozgástered ad Székesfehérvárnak ahhoz, hogy a székesfehérvári emberek hétköznapi életét jelentősen befolyásoló fejlesztéseket és közszolgáltatásokat finanszírozzon meg. Mi ebben nem érezzük elég ambíciózusnak ezt a költségvetést. Rendkívüliek a fejlesztések, uniós forrásokból, kormányzati támogatásból, igaz, hogy ez többségében sajnos csak a sport infrastruktúra fejlesztésére fókuszál, és saját erőből is valósít meg ebből a rendkívüli saját bevételből a város fejlesztéseket.
Ezeknek a fejlesztéseknek a megvalósítása egyébként biztonságban van, ennek érdekében van az a rendkívüli tartalék elhelyezve a város költségvetésében, amit technikailag nem mennék be, de az iparűzési adóbevétel alultervezéséből, a Murvás parkolóból várható körülbelül 1 milliárd forintos bevétel együtt, az egy rendkívüli tartalék mozgástér is van a jelenleg a költségvetési szinten már elköltött források mellett. Ezért állítjuk mi azt, hogy a minőségi egészségügy területén, a versenyképes oktatás területén az a székesfehérvári fiatalok önálló lakhatásának megkezdése területén és a közösségi közlekedés, illetve a közlekedési anomáliák felszámolása területén jóval nagyobb ambíciókkal és költségesebb projektekkel kellene tervezni a városnak. Egészségügyben egy nagyon jó felszerelt egészségügyi szolgáltatóház, egy önkormányzati egészségügyi szolgáltatóháznak lehetne már idén letenni az alapjait, és ez egy 3 éves fejlesztési ciklusban egy a fehérvári emberek életminőségét rendkívül segítő olyan diagnosztikai központ állhatna fel, amely mind a 100 000 fehérvárinak nagyon nagy segítséget és nagyon nagy biztonságot jelentene a mindennapok során. A másik ilyen az oktatás területe, ahol szerintünk be kéne avatkozni az önkormányzatnak, hiszen az oktatásból a kormány kiszorította az önkormányzatot Székesfehérváron, tehát ez már állami fenntartásban működik az általános iskolai oktatás, és nem jók a versenyképességi mutatói a magyar oktatásnak. Ahhoz, hogy Székesfehérvár ipari technológiai központ szerepe hosszú távon és fenntartható módon megőrizhető legyen, ehhez rendkívül versenyképes fehérvári oktatásra van szükség. Ennek alapfeltétele lenne a két tannyelvű oktatásnak a megszervezése a városban, és mi azt állítjuk, hogy ilyen nagy költségvetési források, ilyen rendkívüli költségvetési források mellett, ami Fehérváron megvan, az a nagyságrendileg 200-300 millió forintos éves költség, amit ez felemésztene, azt el kéne költeni erre. Rengeteget kell dolgozni vele, de nem kell mondanom a tévénézőknek, hogy mekkora könnyebbséget jelentene a fehérvári szülőknek az, hogyha nem kéne iskola után külön órára vinni még a gyermeket, hanem a óvodai előkészítést követően az általános iskola végéig minden fehérvári gyermek meg tudna tanulni angolul folyékonyan. Ez egy óriási eredmény lenne a városban, és ezt Fehérvár a költségvetési forrásokra tekintettel meg tudná, képes lenne megfinanszírozni. Mi ezt szeretnénk, mi ezt várjuk, és erre buzdítjuk a többséget is, hogy előbb-utóbb fogadja be az erre vonatkozó elképzeléseinket. Azért az említett területekre van forrás. Én szeretném megköszönni azoknak, akik ma este figyelemmel kísérik ezt a beszélgetést, aminek a témája Fehérvár költségvetése kellene, hogy legyen. Az elmúlt percekben, amit hallottunk, ez nem Fehérvár költségvetéséről szól, hiszen két olyan feladatot emelt ki frakcióvezető úr, ami állami feladat. Az állami költségvetés tudja szabályozni ennek a pénzügyi lehetőségeit és kereteit. Az egészségügyben a szakellátás kérdése az állami feladat. Nyilván Székesfehérvár önkormányzat a 2010 óta jelentős összegeket fordít mindig arra, hogy támogassa a Szent György Kórházat, hiszen amit frakcióvezető úr említett, egy nagy egészségügyi szolgáltató központ az létezik, úgy hívják, hogy Szent György Kórház. Azt gondolom, hogy itt nagyszerű emberek dolgoznak, kiváló orvosok, elkötelezett ápolók. Szerintem ők képesek arra, hogy ellássák ezeket a feladatokat. Azért kell dolgoznunk, és egyébként közösen, hogy amennyiben kiegészítő forrásokat kell ehhez biztosítani a városnak, azt találjuk meg. Ebben az évben is biztosít a város kiegészítő forrásokat a Szent György Kórháznak, az állami fenntartón túl, az egészségi ellátórendszeren túl. Sajnos képviselő úr, frakcióvezető úr és frakciója nem kívánt biztosítani többletforrásokat a Szent György Kórháznak, nem kívánt biztosítani az egészségügynek többletforrásokat, hiszen nem szavazták meg a költségvetést. Oktatás. Fehérváron maradtak az iskolák, fehérvári gyerekek járnak oda, fehérvári tanárok tanítanak. Az, hogy ki a fenntartó, azt gondolom, hogy szülőknek önmagában nem ez a legfontosabb, hanem hogy megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljenek a fiatalok, gyermekek. Szerintem Fehérvár mindent megtesz azért, hogy a fiatalok
itt ki tudjanak teljesedni, megtalálják azt, amiben ők jók. Nagyon sok olyan programunk van, amiben lehetőségek biztosítunk számukra. Nyilván igyekszünk ezeket a továbbiakban is folytatni. Az, hogy ez egy jó költségvetés, ezt pénzügyi bizottság elnöke az este elején elmondta. Mi is ezt állítjuk, hogy ez egy jó költségvetés, igazából frakcióvezető úr sem cáfolta meg, sőt, hát a ő frakciójának egyik tagja maga is elmondta a közgyűlésen, hogy ez egy jó költségvetés, és nem egyszer mondta el, hanem négyszer erősítette meg azt, hogy ez egy jó költségvetés. Én nagyon sajnálom, hogy nem sikerült ezt a költségvetést elfogadni. Önök baloldali képviselők, baloldali képviselőnek vallják magukat. Én számomra döbbenetes az, hogy baloldali képviselők leszavazzák a béremelést. Ez a költségvetés az 1 milliárd forint fölötti összeget tartalmaz bérfejlesztésre város intézményeinek, város cégeinek munkatársai számára. Egyszerűen érthetetlen, hogy ezt milyen elvindokkal tudják megmagyarázni, hogy baloldalinak való emberek miért szavaznak le béremelést, 1 milliárd forintnyi béremelést. Az, hogy kampányban, ezt értjük, nyilván a pártközpontoknak meg kell felelni, ezt is értjük, de ha egyszer elismerik, hogy jó a költségvetés, jó elemeket tartalmaz, érthetetlen, hogy miért nem vállalják fel annak a felelősségét, hogy ennek a városnak a képviselői, és miért nem szavazták meg ezt az önök által is jó költségvetésnek tartott előterjesztést. Miért nem szavazták meg akkor? Nekifutok még egyszer, úgy látszik, nem voltam az előbb eléggé világos. Az, amit ez a költségvetés tükröz, ez ugyanaz, mint ami az ország költségvetése is. Egyszerűen szakadék feszül a hatalom által látott valóság és a székesfehérvár emberek hétköznapi valósága között is. Ezek pedig óriási csúsztatások, képviselő úr, hogy mi nem támogatjuk a béremelést, de hogy nem, sőt, sokkal nagyobb béremelést követelnénk, nem csak a közalkalmazottaknak és a közszolgáknak, a piacon is emelni kéne a béreket, ez meg kéne elősíteni a szakszervezeti szektort, hogy minden évben a versenyszférában, Székesfehérváron is béralkut lehessen kötni. Legalább az 50-60%-ával lehetne a piacon emelni a fizetéseket a magyar gazdaság teljesítménye alapján, de ez a szakszervezetek jogainak és a munkavállaló jogok csorbítása miatt, amely törekvése a kormánynak, ezért nem valósul ez meg. De folytathatnám ezt a sort, hogy mi az, amiben egyébként törekvéseinkben egyetértünk, de ez a költségvetés elsősorban, még egyszer mondom, az egészségügyi pluszszolgáltatások, az oktatási pluszszolgáltatások, az önálló lakhatás és a közlekedési problémák miatt nem tudtuk támogatni, mert sokkal többet kéne erre ezekre a területekre fordítani a városnak. Azt pedig, hogy nyilván nem csak a várost vezeti a Fidesz, hanem az országot is a Fidesz kormányozza. Szerintük minden a legnagyobb rendben van az egészségügyben és az oktatásban, ezt naphosszat hallgathatja minden magyar. Én azt gondolom, hogy a tévénézők azok mindannyian ismerik a valóságot. Szerintünk ez nem így van, szerintem a tévénézők szerint sem így van. Rengeteget kéne dolgozni, rengeteget kéne javítani ezeken a közszolgáltatásokon, és hogyha Fehérváron olyan unikális helyzet, és tényleg az a székesfehérvári iparnak és vállalkozásoknak köszönhetően, hogy erre jóval többet tudunk költeni, mint más városok, és emiatt a fehérváriak jobban fognak élni egyébként, mint más településeken élők, akkor ezeket az összegeket el kell erre költeni. Ez ilyen egyszerű. A politika dolga az, hogy megoldja az emberek problémáit, mi erre vállalkozunk, az összes többi az szerintem szócséplés. Életminőségjavító beruházások szerepelnek ebben. Hány milliárdot költsön a város képviselő, frakcióvezető úr szerint a lakásépítésre? A fehérvári önkormányzati lakás szektorból kb. 300-400 lakással lehetne megoldani rövid távon azt, hogy a fehérvári fiatalok a Mama Hotelből el tudjanak költözni, és nem szociális alapon, hanem pályakezdőként egy átmeneti időszakra, 5-7 évre, akár úgy is, hogy mellette igazolják, hogy milyen lakást akarnak, szerződést kötnek, lehetne segíteni az önálló lakhatásnak a megkezdését. Ez 300-400 lakás,
ennek a forrását nem olyan nehéz kiszámolni. Egyébként ilyen 40, lakatási... Bocsánat, 44 ezer lakás van Fehérváron. Tehát 44 ezer lakás. Tehát ehhez képest a 300-400 lakás, én nem tudom, tehát egyszerűen ez a statisztikai hiba határ. Most nagyon őszintén, ez társadalmi probléma. Ezt nem tudjuk megoldani egy költségvetési év alatt. Itt nem, tehát beletehetünk 2-3 milliárd forintot lakásépítésre, frakcióvezető úr, de ön is tudja, hogy 2-3 milliárd forinttal 1-200 lakást tudunk építeni. Ön pontosan tudja. Az 1-200 lakás kevés, 3-400 lakás kell, nem muszáj ezt egy év alatt megépíteni, a polgármester úr. Ez lehet 2-3 éves ciklusokban gondolkodni. Ha már elkezdtük volna 5 év, akkor már túl lennénk ezen a problémán. Mindig elmondja a polgármester úr és ön is, hogy majd a piac megoldja ezeket a problémákat, és hát hogy 1000 új lakás épül, 450 ezer forint per négyzetméterre. Hol vannak ehhez képest a pályakezdő fiatalok fizetése? Nem oldja meg a piac az emberek problémáját. Túl kéne már lendülni ezen a neoliberális zsákutcán, mint ahogy a béremelkedés sem oldja meg a piac. Ezeket mind-mind ki kell kényszeríteni, és a pályakezdő fiataloknak bizony közösségi forrásoknak kell ebben segíteni. Nem csak Magyarországon, ami egy kimondottan alacsony fizetésekkel rendelkező ország, de Ausztriában vagy Németországban is van állami önkormányzati bérlakás program, kimondottan azért, hogy a pályakezdő fiatalokat segítse, mert a világon sehol sem tudja a piac, és nem is fogja megoldani ezeket az élethelyzeteket és ezeket a szociális problémákat. Örömmel hallom, hogy az MSZP városi elnöke azt állítja, hogy az elmúlt évek magyarországi béremeléseiért a kormány. A kormánynak lehetnek hálások a munkavállalók, hiszen azt állítja, hogy nem a piac oldotta meg a béremeléseket az elmúlt években. Hát nem is. A kormány csinált olyan garantált béremeléseket. Én nem ostorozok minden kormányzati intézkedést. Ami jó, az jó. Én azt mondom, hogy a szakszervezeti jogok további növelésével legalább 50%-os tartalék van a magyar bérszínvonalban. A statisztikák garmadáját tudom megmutatni az alpolgármester úrnak, hogy mondjuk Németországban 100 euró gazdasági befektetéssel 130 eurót keresnek a tőkések, nálunk meg 212-t azért, mert nálunk irreálisan alacsonyak a versenyszférában a én egy kicsit visszakanyarodnék a városi költségvetésre. Hogy ne lenne a kormánynak köze a béremelésekhez? Hát persze, hogy a kormányon múlik. Kanyarodjunk egy kicsit vissza a városi költségvetéshez. Abban azért voltak kiemelt intézkedések, az egészségügy és egyéb területen is, amit már a beszélgetés elején említettünk. Kiemelne néhány fontos dolgot? Kiemelnék nagyon fontos dolgot. Először azt szeretném mondani, hogy nagyon sok költségvetési vitát megértem. 28. költségvetési vita volt a mai, amelyet a költségvetésben lefolytattam. Voltak, amikor baloldali kormányok voltak hatalmon, most a Fidesz jobboldali kormányban hatalmon. Ezt szeretném azért mondani, jó, én is valamikor baloldali voltam, hogy teljesen más a viszonya most a kormánynak az önkormányzatokhoz, mint volt annak idején. Ennyi kormányzati pénz, ilyen kormányzati hátszél soha nem voltak az önkormányzatokkal szembe. 26 milliárd a 38-ból az a pénz, amelyet az kormány nyújt a városnak arra, hogy ezeket a fejlesztéseket meg tudja csinálni. Meg vagyok győződve, ha most baloldali kormány lenne, ezeket az intézkedéseket, fejlesztéseket képtelen lenne megcsinálni, és nem is tudná megcsinálni, mert képtelenség ekkora befektetéseket, amelyet elhangzottak itt különböző dolgok megvalósítani, főleg mikor állami feladatokról van szó. Tehát én azt mondom, hogy teljesen más most az önkormányzatnak a viszonya a hatalmon lévő kormánnyal, mint korábban volt. Most megpróbálja támogatni, főleg Székesfehérvár esetében is azt tapasztaljuk, hogy rendkívül nagy hátszelet kap Székesfehérvár a kormánytól. És nem csak ebben az évben. Hát gondoljunk bele, az elmúlt 10 évben Székesfehérvár önkormányzata megvásárolta a fűtőerőműt. Miből? Teljes 100% kormányzati pénzből, és milyen jól tettük. Most a fűtőerőmű, hogyha Fehérvár tulajdonában van, a szolgáltatás és a hőellátás egy kézben van, és tényleg az itt élőket szolgálja. Vagy például a repülőtér területeit, azokat a fejlesztési területeket szintén visszavásárolt a város, miből? 100% kormányzati pénzekből. Tehát nem csak a mostani költségvetésben van, hanem az elmúlt 10 évben én csak kapkodtam a fejemet, hogy mekkora összegek kerülnek Székesfehérvárra.
Ez a különbség a valamikori kormány között és a mostani kormány között, hogy bebizonyítja azt, hogy egy várost hogyan lehet helyzetbe hozni. Elengedte a város, illetve ugye van az adósságkonszolidáció, amiről beszélünk. Ez az adósságkonszolidáció 18 milliárd forint adósságot engedett el ennek a városnak. Ezzel az intézkedéssel Székesfehérvár azonnal nyertes pozícióba került. Egy ilyen város, ahol 16,8 milliárd az iparizési adó bevétel, és abszolút nincs semmiféle adóssága, hát csak nyertes lehet. Hitelt nem kell fölvenni. Az előző kormányok idején a költségvetés mindig arról szólt, a vita arról ment, hogy 5 milliárd, 8 milliárd vagy 10 milliárd hitelt vegyünk fel. Itt a városban helyi lakos semmiféle adót nem fizet. Tehát nem szorul rá a város arra, hogy a polgárait megadóztassa, mert egyéb más forrásokból ezt meg tudja tenni. Megítélésem szerint a különbséget zongorázni lehetne a volt viszonyok között és a mostani viszonyok között, és Székesfehérvár ebben csak nyertes lehet. Nyertes lehetnek az itt élő polgárok. Csak az én választókerületemből hadd induljak ki, Palotavárosból. Olyan az elmúlt 28 évben, tavaly fordult el először, hogy csak Palotaváros városrészre 100 millió forintos fejlesztéseket tudtunk eszközölni. 3 vadonatúj parkolót tudtunk megépíteni, több járdát fel tudunk újítani, és ez nem csak tavaly volt, az idén ugyanúgy folytatódni fog. A Városgondnokság költségvetésében 2 milliárd 700 millió az az összeg, amely a városrészi fejlesztésekre, a megkezdett útfelújításra, parkolóépítésre, járdaépítésre fog fordítódni, és ez kinek a javát szolgálja? Az itt élő emberek javát, az itt élő emberek életminőségét fogja valahol javítani. Tehát azok, amit a faktorvezetőre elmondtad, ezek mind olyan állami feladatok, amelyeket képtelen a város itt megvalósítani, akár az oktatásra visszatérve. A felső oktatást ez a város most 220 millió forinttal támogatja az itt lévő egyetemeket, tehát az egyetemi karok támogatása 220 millió forint. Elhangzott a közlekedésnek a kérdése a közgyűlésben. Szeretném mondani, hogy majdnem 1 milliárd 760 millió, amit mi a KKK-nak, mint a szolgáltatás megrendelője, ezért a szolgáltatás, mint önkormányzati részt fizetünk. Itt az állam a tulajdonos. Tehát az állam tulajdonba, és azt szeretném elmondani, ugye, hogy a különböző kedvezményes jegyek után az államnak egy bizonyos támogatást kell nyújtani a közlekedési vállalatoknak. 2016-ban 50 millió, 2017-ben 70 millió forint. Olyan állami, ki nem fizetett a KKK-nak, a szolgáltatónak ki nem fizetett támogatást, a város saját költségvetéséből fizette meg. Most például a mostani béremelést, amelyet az Alba Volán, illetve a KKK utódja, a KKK dolgozói részére a KKK biztosítani tud, a város előlegezte meg, és ez majdnem 100 millió forint. Tehát itt a város rengeteg olyasmit tesz, amely állami feladat, és nagyon sokszor kisegíti az államot abban, hogy működni tudjanak az itteni cégek. De én ezt abszolút nem vetem a szemére, mert emellett milliárdok érkeznek egyéb más feladatra ebbe a városba. Tehát én úgy érzem, összefoglalva, azt szeretem csak ezzel elmondani, hogy a mostani költségvetés, még soha ilyen költségvetés nem volt, én azt szeretném, hogyha még nagyon sokáig arról tudnánk vitatkozni most, hogy 30 millió, vagy 40 millió, vagy mennyi az a fejlesztés, amit el tudunk végezni. A bérfejlesztéseket a helyi intézményeinkben mindig meg tudjuk tenni, mindig a kafetériát meg tudjuk fizetni, a béren kívül jutatást meg tudjuk fizetni az intézményekben dolgozóknak, és emellett még az állami feladatokat is 100 milliókkal támogatjuk. Hát kell ennél több, én nem értem, hogy ebben mit nem lehet érteni. Hát ennél többet már nem lehet kifacsarni ebből a városból. Egy összegzésre záró gondolatra van még idő, frakcióvezető úr. Napestig vitathatjuk ezt, nem értünk egyet a költségvetés szerkezetével, mert itt mindenki mindennel meg van elégedve ezek szerint, és nem vitatja senki, hogy óriási fejlesztések vannak a városban, ami helyes. Mi azt mondjuk, hogy az emberek hétköznapi életét jobban érintő egészségügyi, oktatási és közösségi közlekedési beruházásokra, valamint az önálló lakhatás segítő beruházásokra nagyobb arányban lenne szükség. Elnök úr. Ez egy jó költségvetés. Azt gondolom, hogy Székesfehérvár megdolgozott ezért az elmúlt években, hogy ilyen helyzetben legyen a város. Köszönjük Fehérvár munkavállalóinak, lehetővé tették ezt a fejlődést. És igyekszünk, városvezetés igyekszik meghálálni.
Én köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük, Mészer. Köszönjük. Nézőinknek pedig megköszönjük a figyelmet. Holnap köztérrel jelentkezik majd a Fehérvár Televízió 19:25-kor. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra.